Na, köszöntök mindenkit, jó reggelt kívánok! Itt volnánk egy újabb streamben, ami hát tulajdonképpen a tegnapi streamnek a pótlása. Ugyanis a tegnapi nap nem sikerült normálisan felvenni a live-ot. Úgyhogy folytatjuk a Euro Truck Simulator 2. Viszont én most vissza szeretném állítani az egyik automata mentésemet. Szóval is tudom. Ja, majd így. Üdvözlök mindenkit újra. Jó, hang is van, tehát akkor... Jaj, nem akarok kijelentkezni, hanem a régebbi játékállásomat akarom betölteni. Melyik is az? Igen, igen, ez. Ezt töltjük be. Tehát akkor folytatjuk a fuvarozgatást itt Budapest környékén. Az előző streamben, ugye az első streamben, itt Budapest környékét fedeztük fel, most pedig megpróbálunk kiosonni így Budapest vonzás körzetéből. Hoppá, elnézést. És akkor vállaljunk is el egy fuvar, mondjuk Buda délről milyen fuvarok vannak. Dunaharaszti, nem az, és ugye mondtam, hogy most a Dunán túlon szeretnék egy kicsit fuvarozgatni, úgyhogy hát keressünk valami fuvart, ami a Dunán túlra megy. A Budaörs az Dunán túl, de nem annyira nagy. Viatorbány, nem. Na, meg is van az első fuvarunk, szendvics paneleket viszünk. 1.600.000-ért Sziget-Szent Miklósról Érdre. Jó, és egy Volvo FH16-ot vezetünk. Muszáj volt engem választani. Nem aludtam az éjjel. Nem járnak jól velem. Egy másik hangot lehetne? Nem. Laci! Nem. Jól van, Lacikám. Szevasz! Üdvözöllek! Látom, nem aludtál az este. Na mindegy. Na, akkor el is indulunk. Mit is viszünk? Szendvics paneleket. Aha, jó. Amúgy az előző videóhoz képest ugye kivettem a Hungarian Trailer Skin pakkot, mert valamiért nem igazán akar betöltődni normálisan. Na, Mizu. Menjünk jobbra. Jó, van, megyünk jobbra. Látom, ha nem vagy álmos, ha megpróbáltál beszínészkedni, Laci. Ipari bar. Nem pomatozunk. Balra mi van? Balra mi van? Autópálya. Jaj, meg itt nagyon szépen megálltatok a Skoda Fabiáddal, vaze. Megyünk balra fel az autópályára. Index, balra, kormány, balra, megyünk balra. Ismert malacikál. Megyünk fel az autópályára, megyünk fel a nullás. Jó van az.
110-re lehet nyomni. Győr Balaton ér. Hát a Balatoni nem biztos, hogy ma el fogunk jutni, de hogy a Velencei tóig eljutunk, az biztos. Ököl Csepel. Jobbra vicceltem egyenesen. Jó, van, nem kell viccelni, Lacikám, majd én tudom, merre kell menni. Kipiászat csak segít. Jó, Duna. Ne. Jó, azt hittem, hogy már textúrázatlan a Duna egy kicsit, de oké. Okay. Most vele baj. Semmi különös, egyenesen. Jó van. Pécs ért, hát itt nem lehetne már lekanyarodni? Nem. Ez itt tökre, az érd az már jó, csak nem itt kell lekanyarodni. Nullásról. Aztán Lacikám fő ne vigyél a M1-es, M7-es autópályára. Please. Mert akkor visszafordulok, ugye tudod? Jó, van, nem vissza. Jelmond a véget. Oppá, itt közben mi van? Útszűkület, ja, javítják a belső sávot. Jó van, most szarom él a sebességkorlátozás. Tudod, mit csinál az emberrel egy ütközés egy ilyen sebességnél? Nem tudom, Lacikám, azóta sem mondtad el. Mindig nem lehet lemenni. Se jobbra, se balra, egyenesen. Jó van, álljgó navigáció, látom, hogy mindig le van fagyva. Anna hegyi pihenő hely, hát akkor már Pesten vagyunk. Vagy Érded. Amúgy én mit várok el ettől a maptól? Hát az biztos, hogy nem lesz teljesen kész. Szerintem addigra már lesz egy RTS 3. Lehet, hogy nem lesz RTS 3, nem tudom. Mondjátok el a véleményeteket. Szerintetek érdemes egyáltalán RTS 3-at csinálni? Ó, talán nem vissza. Á, de fő vissza. Fő vissza az autópályán. Na merre? Itt is egyenesen. Menjél tovább egyenesen, jó. Nem, itt már le kell kanyarodni, nem? Igen, itt. De itt kell. Jaj, nem itt kő. Bálintra közben rátálltuk. Hoppá! Elnézést. Emel azért Lacikát lehet hallani. Hajts ki a jobb oldalon. Most ez van. Jó van, Laci. Tudom mit. Igen, ez a lassúzás. Aha, főosztály 7-esre. Hát... Szeged baj a ók, ezt nem tudom, hogy én arra megy. Ért, most érkeztünk meg Érdre. Jobbra kellene tartani. Jobbra, komolyan. Én itt voltam legutóbb, és később már nagyon nehéz lesz kihúzódni. Hát pedig most üres az autópálya, Laci. Ó, kiárak. Jó, mert... Jaj, merre megyünk? Balra? Ja, hát ez a izé. Ért kertváros. Na most, fiacskám, megmérettetés van. Kihajtunk a bal oldalon. Megmérettetés? Ez nem megmérettetés, ezt én is tudom csinálni. Megjutunk Érdre. Közben a valámbuk. Szevasz. Menjünk balra, jó van. Öröbb Bálint Buda. Balra mi van? Balra mi van? Már nem tudom. Lakóházak, az van. Húha, jobbra. Aha, és meg is jöttünk. Nagyon ügyes vagy, és én sem vagyok hülye, mert ide értünk, ahova beállítottuk, és sikeresek vagyunk, és meg tudtuk csinálni, meg tudtuk csinálni. Jó van, Lacikám, meg tudtuk csinálni. Na, megpróbálom ezt manuálba leparkolni. Hú, nehéz lesz. Á. Csak bekéziszek ott. Meg már se akarja fogadni. Én nyomom az entert. Most. Tökéletes. Nagyon jó. 1 millió 600 ezer.
Jé, mindjárt szintet lépünk. Na, és akkor keresünk egy újabb fuval. Ugye most itt vagyunk. Érden. Érd-Dunaharaszti, hát itt nincsenek olyan jó fuvarok. Pesdél, Török Bálint, Tököl. Nézzük meg, hogy Török Bálintról. Azt a mindenit! Homok, Velencére. 2.457.000-ért homokot viszünk Velencére. Megyünk a Velencei tópartját föltölteni. Haha, amúgy vicceltem. És egy Iveco kamiont vezetünk. Wow. És ez ilyen, tényleg ilyen homokos tréler. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy engem választottak. Köszönöm, köszönöm. Ez számomra olyan, mint a legbecsesebb díj, és hát az is tulajdonképpen, nyilván százalékom van ezekből a dolgokból. Tehát jó utat, jó szurkolást kívánok, és mindenképpen balesetmentes közlekedést két feltétellel. Egy, nem megyünk kompra, mert azon hányok. Másrészt viszont a GPS vétel sosem Na, szűnik meg, indulunk, mert ha akkor megnéztem közben egy elbizonytalanodom, és rutin borzasztó dolgokat próbába, hogy fogok van-e mondani. hang. Még egyszer tehát, jó vezetést kívánok önnek, és balesetmentes közlekedést, hát amennyire lehet. Jó van, hú, Iveco kamion, hú, ez az olasz. Hú, én ne, de nem szeretem az olasz járműveket, nem tudom, hogy miért. Nekem az olasz autók azok nem igazán jó minőségileg, meg Mennyire van megbízhatóságra. valami? Jó, az igen, hát itt szépen ki kell kacskaringózni. Jó van, Laszikám, nyugodjál le. Mennyire van arra? Jó van, szépen kihajtunk az Na bizony. ipartelepről. Menjünk jobbra. Jobbra. Majd van nem senki. De mondjam, van még. Amúgy most arra gyűjtök, hogy veszek egy saját kamiont, nem Jobbra. kifelezgetünk meg minden. Balaton, hát arra. Uha, jobbra. Megpróbálok becsorogni 3 km per órával lámpáig, de nem igazán akar átváltani. Na, most! Amúgy az RTS 2 kapott egy új engine, úgyhogy én is még szokok vele. Na mindegy. De ezt a rohadt üréset tudom úgy arra beállítani, talán így valahogy. Ó, ide szép templom van ott. Török Bálinton. Nézzük, Balaton M7-es. Hú, hát én főmegyek az M7-esre. Hopsz, Mi ott van? volt a rendőr. Átfestjük az autót pirosra? Belül? Felőle? Hát felőle bármit csinál. Nyugalom, Illex, Latik. balra, kormány, balra, megyünk balra. Jó, tudom. Amúgy Latikát elvittem a Hungaroringre közben. Egyszerűen nincs ötletem, komolyan. Fingom sincs. Menjünk mondjuk balra. Fingot sincs? Hát az már baj, ha nincs fingot. Na, föl is jöttünk a hetesre. Az innen Velenc. Velencéig? Aha, kb. Jaj! És ugye, ha a sávok kolléga! között gondolkodik, hogy melyiket válassza, akkor érdemes egy kicsit balra tartani. Később megtérünk. Jól van. Ja igen, itt a nullás. Balaton Székesfehérvár ér. Hát ez most egy kis M7-es autópályázás lesz. Nem baj, autópályán még úgyse nagyon mentünk, jó a nullás kivéve, meg az ötöt. Hát, hogy be akarnak tudom, hogy hát, nem fogottam, haverok. Később pedig majd utána, egyenesen. Jó van. 28 km Velence, 27 perc, nagyon jó. Igen, te le akarsz menni? Értelem, mert a volánbusz az szépen behúzódott belőle. Hát, éppen tudottál, jó van. Jó van. Hetes, M7-esen nincs semmi különös. Ja, el is értük a tempomat szinte. Amúgy a mai nap próbálok még tervezni egy talány videót fölvenni. Írjátok le, melyik vonalról legyen.
Komolyan, még nincs ötletem, hogy melyik vonalon legyen. Írjátok le ti kommentbe. Vagy esetleg egy élőadás, vagy nem tudom, hogy mi legyen. Jó, de én a Valánbuszt itt szépen kielőzöm. Jó nyomja a Valánbuszt, az-e alig bírom megelőzni. Szevasz! Mi ez, Volvo? Én is egyszer ilyen Valánbuszon utaztam kb. Zalaegerszegbe, akkor se hetesen mentem. Visszajössorolom. És a Valánbuszosnak sem kellett elvenni a gázra a lábát. Most vagyunk az egyes útnál. Aha, ja, igen, most hagyjuk el érre, de... Közben nyújt fel a teherautó. Jó, nem jön belém. Tárnok, igen. Na, hát tárnok. Az-e Budapest elővárosa. Jó van a... Priuszos vagy Corollát, nem tudom, ez milyen Toyota modell. Megelőzött, na mindegy. Az, hogy nekünk még nem kell tankolni, mert hát... Most ugye a fuvarozó cég állja a benzint, meg hogyha lenne büntetés, meg ilyen. A büntetés az nyilvánvalóan az én pénzemből kerül levonásra. És azában ilyen 30 millió, jól tudom, a kamion, úgyhogy hát körülbelül harmada van összegyűjtve, na nem baj. És megérkeztünk Fejér megyébe, Viszlát Pest megye. Térsősár. Aha, de nekem nem mind kell még lehajtani. Nem Martonvásár, Ercsi. Ercsi. Ajaj. Közben jön a sprinteles kolléga, szevasz! Tök jó, hogy néha elhalkul a motor. Ez szerintem egyenes. Hova megyünk egyenes. Tök jó, néha elhallgat a motor, néha meg így fölbőg, érdekes. Te meg mi az Isten vagy? PNP futárszolgálat? Te nem az. Wow. Közel kolléga előttem van. Ahogy látom, nem igazán tudja a kolléga a sebességet találni. Én kielőzök, jó golf, most már bevárom, most már bemegyek belülre. Björk. Ja, ugye Svédországból jön? Válvölgyi pihenőhely. Hát, Belcsúd, Kisvasúd. Puskás Akadémia, szerintem mindenki tudja most már. Alsó doboz, mi a Válvölgy. Itt van úgy mellettük, jobbra van a Válvölgy. Közé itt a björkös svéd kollégát nem tudom kielőzni, na majd itt a kanyarba figye. Ez szar lesz, vagy nem? Elfér az! De elfér az, közben a tartályautós kollégát is megelőzött. Csak figyelem kéne, hogy Velence mennyire van. Veszprém 70 km-re. Veszprém a nekünk kedves város. Egyik családtagom ott van. Veszprémben sokáig. De sajnos Veszprémben nem tudunk még elmenni, csak Székesfehérvári. Na, közben ezt a tartályautó kollégát itt meg, közben 4 km-re van Velence, úgyhogy haladhatnánk. Mindjárt le kell fordulnom Velencére. Ott közben megint egy Valánbuszos. Még egy! Ja nem, az külön járom. Jó, Renault kolléga mellett elmegyek. Jó, visszasarolok. Picit lehet el kellett venni a gázra a lábát, na mindegy. Amúgy írjatok a chatba, hogyha itt vagytok. Lehet, hogy nem jó reggel streamelni. Velence lovasperény. Húha. Jó hely lovasperény. Jobbra kellene tartani, jó? Mert aztán jönnek a nyilak, amelyeket felfestenek a betonra, és csak csodálkozok. Nyilak, amik felfestenek a betonra, és én csak csodálkozok. Én nem csodálkozok. De hogy fogok elkésni? Adjanak már. Velence lovasperény. Hagyd ki a jobb oldalon. Oh. De jó pofa, olyan, mintha egy virágnak mondanak. Te jó pofán! Én nem vagyok virág, vaze! Virág? Ki az a virág? Na ez a kérdés. Ez a kérdés már aztán 15 év vagy virág, de ki az a virág? Hoppá! Picit az oldalát megütöttük. Kötelező, jó, lovas berény felől nem jön senki. Hát arra el lehet menni, gondolom én, mert lovas berény, így meg van csinálva a pálya.
Na, hol a Velencei tó? Nem látom a Velencei tót. Ha el lehet menni Lovasberénybe. Budapest, Martonvásár. Hát itt szépen kikerültünk Martonvásár. Tárnok, Kápolnásnyék, ilyesmi helyeken kellett volna átmenni. Hát én ott biztos át nem teszöktem volna 50-nek. Inkább főmegyek az autópályára, jó van az. Jó. Na, megérkeztünk Velence városába. És menjünk jobbra. Centrum lovas belé. De jobbra! Ne! Adony, Gárdony, egyenesen. Hát, Gárdonyt azt jobban ismerem. Mert Gárdony az, szerintem Gárdony fele megyünk tovább. Aha, ott a Velencei tó, de látszódik, hogy merre van a Velencei. Az autópálya és rejtetünk között van. Jó. Nagyon jó. Nagyon szépen bevettük a kanyart. És meg is jöttünk igazából tulajdonképpen Lacikán. Picit a kamion elejét lekoccolt. Is állok, de jobbra! Jó van, megyünk jobbra. A Sam Wilders telepejére jött. Na mizu. Rátaláltál Velence városára, jaj. Olé, itt vagyunk, a célnál. Olé. Amúgy Laci nem mondta még el, hogy milyen, hogy honnan tanul spanyol nyelvet. Én nem tudom. Lehet, hogy volt egy jó spanyol oktatója. Vagy én nem tudom. Na mindegy. Megérkeztünk. Jó, motort leállítjuk. Kész. Ennyi. Ennyi. Ó, távolsági bónusz. Jéhéj, szintet lépünk. Level 2. 2.400.000-et kaptam. Na. És akkor megint lehet ezt a képességi fát fejleszteni. Szerintem most erre az ADR-re megyünk ilyen veszélyes árukkal. Első osztály robbanó anyagok. Például dinamit, tűzijáték vagy lőszer. Na, már is van 13.825.000-ünk. Na, itt is vagyunk Velencében. Következő fuvarban hova megyünk? Adonyba. Adonyba. Hát az jó délem. Van, 100 halombatta. Onnét nincs fuvar. Ezt tököl, várja. Nézzük Velencében milyen fuvarok vannak. Rácsalmásra mehetünk, de ez merre visz? Puszta Szabolcson át, aha. Adony, hát nem tudom. Menjünk vissza Martonvásárra. Nem tudom. Rácsalmás, 2.800.000, Adonyra meg 1.800.000. Drácsalmás a szomszédja. Na mindegy, akkor vigyünk gyűjtő tartály. Majdnem 3.000.000-ért Velencéről Rácsalmásra. Tök, hogy Velencei tóra akartam menni alatt. Megyünk ki a Dunához. Na, ú, de jó, Scania-t vezetünk. Kellemes napot kívánok mindenkinek, én az önök műsorvezetője vagyok, nem egyszerűen egy GPS hang, hanem kifejezetten egy entertainer. Ez egy idegen nyelven azt jelenti, hogy szórakoztató. Én szórakoztató igyekszem lenni, nem úgy, mint esetleg mások, úgyhogy kérem, a jövőben is főleg engem válasszanak, mert százalékom van. Jó utat kívánok, jó vezetést, és kevés eltaposott gyalogos. Jó van, gyalogos, nem fogunk eltaposni, Lacikám. Köszönjük az útra valót, szokásatok szíven, induljunk. Ja, hát az előző fuvarba is ide érkeztünk. Igen, onnan megyünk. Nem baj, hát én... Jobbra. Jaj. Jaj, hoppá! Újra tervezek, tudod mekkora meló? Ja, kicsit megpatkáztam. Csinálok neked egy új, nagyon szép útvonalat, de azon aztán maradj rajta, jó? Ó, van. Nekem nem kell útvonalat tervezni. Hoppá! Sövény kicsit megnyírjuk. Aldi vagy Lidl, 149 forint a Rizskatej. Wow. Gárdony, Székesfehérvár, Adony. Na, el is hagytuk Velencét. Nézzük, látjuk innen a Velencei tavat? Nem igazán, ott megy a 30-szál fővonal. Hát valahol arra van a Velencei tó, de nem. Balaton. Város. Egyszerűen nincs ötletem, komolyan. Fingom sincs. Menjünk mondjuk balra. Menjünk balra. Mi volt írva? Egyenesen nem, balra. Balra. De most kihozott a 7-es Balaton város név.
figyeld a hetesre, hogy főkanyarodtak. De baba! Adony puszta Szabolcs balra! Megérkeztünk Garden Citybe. Közben itt van megint a volánbusz. Hoppá! Elkezdett esni az eső. Miért kezd el esni állandóan az eső? Jó. Itt van közben a 30-as fővonal. Megyünk puszta Szabolcs Citybe. Nézem balra. Jó van, megyünk balra. Úgy sem jön most senki, én itt szépen átvágok. Garden. Játokon most ilyen seregélyes fele menjünk, vagy nem? Te seregélyes fele. Rátaláltál Garden városára. Én nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mégy, tudod. Mert én végül is egy viszonylag strapatú utónak vagyok. Mekkora eső van, így? De biztos vagy benne, hogy te is? Egy meg egy az három, mert megint ott volt a tábla. Nem tudom. Aki készítette ezt a izét, mappot, ez mind gondol, de hát ez rajta nem igaz. Egy 70-nel lehet. Én értem, hogy van légzsák, de ennyivel? Igen, ennyivel, Lacikám. Hát 90 a maximum megengedett, nem? Hopp, a rendőr, a trafipaksa, befigyel. Szevasz! 90 mentnek, csak nem használhatnak le. Nem tudom, mi lesz, lehet, hogy egy élő adás lesz majd még. Majd meglátom, hogy mire van kedvem. Tök jó, hogy alig látszódok a facecamba, na mindegy. Mennyi volánbusz megy itt? Vagy a fele az külön járat? Nem tudom. Jó, hát ha ennyivel lehet menni, akkor beállunk 71-re. Ászorom éle, nyomjuk neki! Szép sebesség, gratulálok! Én meg ugye álmomban szeretnék meghalni, mint a nagyapám, és nem hüvöltve sikoltozva, mint az utasaim. Lacikám! Már sokszor kikértem tőled, de még mindig nem mondtad el, még a Hungaroringen se, hogy mi a. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. Jó, én biztos, én viszont biztos vagyok benne. Hogy az a nagyapád mi volt? Én megkérdeztem tőled ezerszer, te ezeregyszeresére sem válaszolt. Nem tudom, beszélni még reggel. Hungaroring! Jó van már, tegnap előtt voltál a Hungaroringen, hagyjál már! Hungaroringen. Kivittelek a Hungaroringre, vaze. Laci, nem volt elég? Még Hungaroringezni akarsz? Mert elviszlek. Na, megjöttünk egy városba, hú vagyok mi már. Ez már puszta Szabolcs. Na, beszarsz, ez már puszta Szabolcs. Rátaláltál puszta Szabolcs városára. Na, nem mondod. Puszta Szabolcs. Az jó, de a 40 A fővonal visz. Jó, az szarom élet. Hoppá! Egy táblátot eldöntöttek, kicsit az oldalá megkárosítottam. Ott lehet, hogy egy bója is megjártanak. Mi ez a? Azt a mekkora eső van. Jó, van, megyünk jobbra, Lattikán, nem tudjuk agresszió. Menjünk jobbra. Az mi ez? Jó, ha jobbra mennél. Ja, itt a vasútállom. Hoppá! A trax, befigyel! Várjál! Hú, ott az igen. Hopp! Na, várjál, mondtam fotóni. Hopp, ott a Trax befigyelt. Én nem tudom, Trax mióta jár a 40-es fővonalon, de én elég ritkán lát. Na, most mi van? Na, figyelj, lefotózom. Hol van a Trax? Várjál, nem látom. Csinálnék egy fotót. Na, várjál. Hopp, ott a Trax befigyelt. Ért a Trax, mióta jár a 40-es fővonalon. Várjál. Fie, bemegyünk az állomásra. Na, hol van a Trax? Ott a Trax, vaze. Áó. De jó néz ki. Ja, ez te Ertvisz. Tök jó itt. Befigyel. Jó, oké. Oké. Na, mindjárt csinálunk is egy képe. Elmosódás. Hát ne legyen elmosódás, vaze. Erőssége, úgy. Tessék,
Ott a Trax. Puszta Szabolcson találtam Traxot. XD, na gyere. Na, tök jó. Puszta Szabolcson találtam Traxot. Majd ez lesz a live-nak a profilképe. Rendben? Na, vasúti átjáró. Hoppá! Elindul a vonat. Na, milyen vonat jön? Hoppá, Szergej. Szevasz! Szergej jön, Ter vonattal. Szergej, nem tudom ezt honnan jön. Lehet, hogy Seregélyesről jön. Hát a felem egy tökre tartály vonat. Nem értem a MÁV-nál milyen terrek mennek. Puszta Szabolcs. Tron. Nem tudom, aki Puszta Szabolcs írja le kommentbe. Most Trax meg Szergej, Jézus. Na, fel is engedik a sorompót. Irány! Igen, mögöttem zárták le a sorompót. Ezen balra van sáros. Azt a milyen templom van, hi? Jézus Isten! Hát ilyen gazdag város Puszta Szabolcs, ilyen katolikus temploma van. Közben harangoznak, gondolom halottjuk van itt a Covid alatt. Kicsértessék, Puszta Szabolcs. Megnyitok a Puszta Szabolcs templomról, hogy egy barokk kormanásra áll. Ott szevasz rendőr. Valakire harangoztak, gondolom valami halottjuk van. Na, 15 kilométer. Puszta Szabolcs, 22 perc. Tudod, mit csinál az emberrel egy ütközés egy ilyen sebességnél? Tudom. Natikán, nem kell nekem beszólni. Mert hogy esik az eső? Levasz. Én értem, hogy... Gyors hajtár. De... Basz. Ennyiben? 93 000 forint. Mert 27 busszal mentem. Anyám! Nem baj, majd visszaszerzem. Adod egyenesen balra Székesfehér, jobbra Székesfehérvár, Sárod. Szép sebesség, gratulálok. Én meg ugye álmomban szeretnék meghalni, mint a nagyapám, és nem hüvöltösi voltozva, mint az utasaim. Jó, van, Lacikám, ezt már főhozta ezt a témát. Ops! Rátaláltál Odony városára, ezt a Odony? Hát azért még 12 kilométer ide adod. Azta! Hú, mekkora éres kanyar van itt. Hú, picit lementem az útról. Itt vagyunk. Hát nekünk hova kell menni? Megjöttünk Odonyra közben. Ja, át kell menni oda. Hova megyünk ki? Nem van már, hogy a révhez kimegyünk. Ugye itt Adonyban van a lórévi rév. Ez, hogy az van itt? Talán. Az igen, úgy esik az eső, hogy az előttem haladó autó... Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mély, tudod. Mert én végül is... 10 párát tudtam, aquaplaning hatás van itt Adonyban. De biztos vagy benne, hogy te is? Közben a templom. Az igen, akkora eső van, hogy itt az előttem haladó sárga menjünk autó. Menjünk szépen egyenesen, tovább. Jaj. Hoppá! Na! Azt a békedben, menjél már! Erdési! Rátszol már csak! És még tolatgat persze! Menjél már! Eltollak azért! Ugye? Nem arra akartál menni? Szarok én rád! Hoppá! Károsodás 200%! Hát azért ne álljál előttem meg! Pécs! Hú, mikor megyek én el Pécsre? Pécs, rátszol már! Jobbra! Hol van már? Szia rendőr! Forduljunk szépen jobbra, aztán majd... Ki a hatos útra kifordulok, mondanám. Ó, hát szartam én le, hogy jött valaki. Majd megállnak mögöttem. 50-ről még vazel le lehet fékezni. Adony vége. Hú, hát lemegyünk szinte a... Ja nem, balra volt a lép. Hú, hát majdnem, hogy Rátszalmásra megyünk le vazel. Hú, mekkora eső van itt. Jézusom, rég nem volt már ekkor eső. Nem baj, legalább már lesz 16 milliónk és a fele meg lesz a kamionra. És hát még megnézzük, mennyi egy kamion azért, mert nem tudom pontosan mennyi egy kamion. Ilyen 30 valahány millió. Most mondjuk 13 milliónál. Jó, az a gyorshajtás nem szánt. 90 000 forint, nem egy nagy pénz. Ilyen 2 millió fuvaroknak. Jó munkát! Ugye az esőben szántotok. Hogy nem tudom mit csináltok, de esőben nem idő dolgozni. Ú, hát mindjárt este lesz. Ú, de jó lesz este vezetni. Pécs 141 kilométer. Hát, de odáig elkészül ez az út. Már én és a MÁV-nál fogok dolgozni.
Közben a 42-es fővonal megy itt mellettünk. Dunaújvárosi. Flörtök szoktak jönni. Közben megérkeztünk. Hoppá! Kulcsra érkeztünk meg. Adony kulcs, rászalmás. Mi van? Akkor rászalmás. Átvesztjük az autót pirosra? Belül? Ja igen, rászalmás megy. Te ugyanolyra. Rászalmás megy. Hoppa, hoppa, rendőr. Jobbra, vicceltem, egyenesen. Rendőrök, én mindig beszoktam húzni a rögzítőt. Rögzítő egész jó fékeződik ez a kamion. Adony vége, nyomjuk neki. Ahogy tök jó, hogy ugye most már a headsetem van, kicsi gamernek nézek ki, meg a mikrofon nem mászkál el, meg ilyesmi. Hát ezért jó a üles. Jó? Monos kolléga mellett. Elmegyünk. Jobbra, aztán majd kiderül. Hol jobbra, Lacikán? Ja, majd itt jobbra. Ah, megérkeztünk. Tök jó, be se kell menni. Ott a tábla, szépen, ott a tábla jobbra, előtt. Aztán majd kiderül. Na meg. Nagyon ügyes vagy, és én sem vagyok hülye, mert ide értünk, ahova beállítottunk, és sikeresek vagyunk, és meg tudtuk csinálni, meg tudtuk csinálni. Picit odavertem az ódát, igen, meg tudtuk csinálni, Laci. Átom te is. Várjá! Be tudni... Menjünk biztosra, wow! Tehát hogy kell beállni? Merünk? Nem fordítva kell beállni, mert én fordítva be nem állok. Ha persze, én még álljak be fordítva. Jó, itt a 40... Parkoló. Parkoló és kész. Kiváló! Ez az! Képesség 2.830.000. Ott van, 40 tapasztalatpont. Na és akkor nézzünk meg, hogy mennyi egy kamion. Kamion kereskedő. Nézzünk. Itt a Mercedes-Benz kereskedő. Meglátogatjuk a kereskedőt. Kiskóvása pont az én városomra katt. Nézzünk, mennyi egy kamion. 41 millió. 42... What? Hülyék vagytok, 42 millió egy merci kamion. Úristen, hát egy kicsit olcsóbbat kéne keresni. Nézzük, ez a Scania kereskedő, Buda északon. De mennyi annál? Buda északon. 40 milliója, 40 millió egy kamion. Ó, hát akkor még a fele sincs meg. Na mindegy, vállaljunk el egy újabb fuvart. Gárdony. Szabad Battyán. Rész Eresz csatornát viszünk. 1.900.000 Gárdonyról Szabad Battyánba. Hát az már Fehérváron túl van, vaze. Na nézzük. Megint esik, merci vezet. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy engem választottak. Köszönöm, köszönöm. Ez számomra olyan, mint a legbecsesebb díj, és hát az is tulajdonképpen nyilván százalékon van ezekből a dolgokból. Tehát jó utat, jó szurkolást Gárdon kívánok, volt. És mindenképpen balesetmentes közlekedést két feltétellel. Egy, nem megyünk kompra, mert azon hányok. Másrészt viszont a GPS vétel sosem szűnik meg, mert akkor elbizonytalanodom, és borzasztó dolgokat fogok mondani. Még egyszer tehát jó vezetést kívánok önnek, és balesetmentes közlekedést hát amennyire lehet. Hát amennyire, köszönjük az útra valót. Lacikán, nem fogok kompra menni, nyugalom. Magyarországon kevés a kompra. Na, itt kimenni. Jó, 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 emögött kimegyek. Balra kell menni. Jó van, kicsit le van az iGo navigáció, még mindig hagyva. Ha, hát Gárdonyból indulunk, most nem Velencéből. Gárdony. Nézem balra. Nézed balra. Jaj, itt közben gondolom lámpa van. Meg. Jó van. Fordulunk balra. Nézem balra. Nem könnyen, nem. Menjünk balra. Szinte senki nem megy balra. Jaj, azért, mert már lámpa van. Wow, de hülye. Én be se tudtam, hogy szinte normálisan fordulni. Na, figyelj, hogy legyorsulam. Nem. Nem. 8 tonna eres csatornával. Ez az egy könnyű rakománynak számít 8 tonna eres csatorna. Hol van itt a Velencei tó? Vagy itt nincs meg a Velencei tó? Ja, hát ott a vasút, és utána van a Velencei. Ó. Ó, egy útépítés. Ó, ez egész Magyarországon építik. Hoppá! Itt én megütöttem.
Jaj! Új! Hát eléggé összevertem a kamion. Én nem vagyok benne biztos, 600%. Hogy elhagyósan kéne menni. Meg a szállít, meg a pókocs 200%-ot sérül. De hogy kések-e, hogy kell már? Bocsánat. Ez van, hogyha gyorsan hagy. Látjátok? Jó, hát én most nekem mindennek jutott benne. Én értem, hogy van légzsák, új, de ennyivel. Hú, a rendőrödbe figyelted? Nem baj. Közben körbeautóztam, nem egy kanyarodott is le. Gárdony vége! Jobbra, vicceltem, egyenesen. Jobbra, egy. Jó, van, szabad Batyán. Gondolom, majd főmegyünk a ettek. Dunaújváról, Dunaföld vár. Na, ja, hát ez még gondolom. Seregélyes felé. Dunaföld vár. Azt a betyárját! Hogy összenyomtam a kamion? Húha. Hú, de megpatkáztam. Ajjaj. Kapott is a kamion rendesen. 37-szer. Azt a minden. Le is fulla. Na most nézzük meg, hogy így. Összetört kamion. 37%-ban sérült. Eve lehet, hogy autópályára nem megyek fel. Mikorra kell odaérni? 19:54. Akkor lehet, hogy nem megyek fel az autópályára. Nincs egészséges hangja. Az a mutatvány, hogy egyenesen kéne tovább menni ott, hogy előre. Jó, közben azért... El akarnám én közben kapcsolni a távolsági. Elengedi főkapcsolni a... Melyik gomba távolsági? Nem tudom. Jó, 90-nel, megint 2-es. Hát lehet, hogy főmegyünk az autópályára. Haj. Jó, főmegyünk inkább. Közben itt a kamionos kolléga olyan lassan megy. Polgárdi... ez igazából ilyen rövid kihagyás. Nem kapcsoltad fel a lámpákat? Ez is bebüntettek már 21 000 forintra. Wow. Várj, de melyik... Melyik gomba izé? De hát van egy gomb. Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel még tudod. Ja, igen. Én hoppá, is baleset. Viszonylag strapabilótokban vagyok. De biztos vagy azt benne, hogy te is? Várjatom, mindjárt megnézem, hogy mivel lehet a... Nem akarok kijelentkezni a profilból. Én billentyűk és gomb. Mivel lehet a távolságot bekapcsolni? Fénysz... K-val lehet pedig. Na, most van benne a távolsági. A ki volt kapcsolva gondolom. Na, most már van távolsági. Gyerünk, M7-es autópálya. Nem Budapestre megyünk, hanem... Siófok felé. Ugye? Igen, nem fogok... Nézem balra. Jó, korán indexeltem. Az igen, elég szigorú a játék, ha már ezért... Nézem balra. Jó, itt megint a nehéz kanyar, jaj. Jó, bevettem valahogy. Hű vaze, mekkora eső van? Alapból szokott ilyen nagy eső lenni. Hát csúszok vaze. Hoppá, megint egy kicsit az oldalá. 30. Ez a károkodás, nagyon szép. Nullás. Vagy 7-es, közben fölmentem ám. Hát, jó nagy levonás lesz 37%-é. Lehet, hogy a P-se kapom meg. Na mindegy. Menjünk szépen egyenesen tovább. Bekapcsolom a tempomatot, bár úgyis majd le fog fulladni még háromszor a motor. Ott van, lefullad a motor! Antisztól, a Forma 1-ben így kap egy antisztolt a motor. Mert leáll a motor. Fehérvári pihenőhely. Hát igen, Fehérvár. Húha. Mekkora antisztolt kap a motorja. Húha, nagyon nem bírja ezt, el kell vinni majd szervizbe. Majd a váltótársának mondani, hogy ezt vigyel szervizbe, meg a cégnek. Mert én basztam össze, jó? Hát neked kéne igazából elvinni. 800-ért sérült pontot ki. Hát, nem tudom, rakományok sérült? 1%-ot. Jó, hát akkor nem lesz tökéletes, na mindegy. 10 km még, jó, 63-as út. Szabad Batyán. Jó, azt a mindegy, mekkora sebességgel elmentetek. Se jobbra, se balra, egyenesen. Na. Akit még idén nem köszöntöttem, köszöntök a streamben. Írjatok kommenteket amúgy. Hát 5 kilométerenként azért leszokott napig szólozni a motorja. Nagy Kanizsa, Balatonfüred, húha.
De jó helyek. 90, na itt mi van. Hajtsámat. Azt a pótkocsi 11%, hát elég meg. Ezek a rohadt autópálya építkezések. Az igen már sárga, figyelem. Gondolom izé. Oh, Hungaroring. Hungaroring. Ez már Fehérvár alatt jönnek általában. Közben rontasz indexek. Wow, baze. Dell Inspiron laptop 19.000 forint vagy 20.000. Szabad batyán kálóz. Na, hát akkor megjöttük. Ha, elállt az eső. Várjál. Jobbra lenne érdemes tartani egy picit, mert utána csak cikcak van. Jó van. Elállt az eső. Ó, ez már semmi eső. Mert már lehet, nem is használok ablaktörlőt. Forma 1-es, magyar nagy. Székesfehérvár Kálosz, ú, de jó, hogy a kolléga is erre jön. Hajts ki a jobb oldalon. Most ez van. Most ez van. Ennyi. De te miért indexelsz, vazeg? Jó, most meg lassíts. Jó van, Ivekós kolléga vagy Renaults? Nem tudom. Jajjaj. Hopsz. Az igen, nullára. Na mi van? Konkrétan felálltam a korlát. Na, nagyon szép. Ah, gondolom nagyon szűken vettem. Amúgy ilyen külső nézett baj. Jaj! Ops! 9%, na mindegy. Jó, Actros, jaj. Valóda, nem akarnám oda verni. Azt a minden de mert belaggolt a játék egy pillanatra. Hát! Nem kapcsoltam be a differenciál szára. Tudtam, hogy izé. Székesfehér, szabadottján balra, jó? Jó, balra. Amelyik lükemet belém mert hajtani, az az ő baja, nem az enyém. És meg is érkeztünk Szabadbattyánra. Székesfehérvár elővárosára. Ez de jó volt, na. Nézzük! De furcsa egy. Kisállok, de jobbra! Kisállok, de jobbra. Jó, azt egy milyen szép templom van. Pont lámpa van. Az lenne jó, ha jobbra mennél. Megyünk vissza Fehérvár. Veszprém Berhida. Peremarton gyártelep. Azonnal, nem? Peremarton gyártelep, ugye? Igen. Jobbra. Itt a sárvíz, vagy én nem tudom milyen patak ez. Jobbra, figyelj. Menjünk. Jobbra. Jó, megyek jobbra. Itt olyan szépen beállnak általában a kollégák. Meg muszáj letácsolni. Barami van? Barami van. Kamion. Cég. Na megjöttünk a számújéder. Balra. Kormány, telepélye. Balra, megyünk balra. What? Ez mi volt? Valami visszadobott te. Megjöttünk. Olli? Itt vagyunk, a célnál. Jó, Olli. Ember, te elég szar helyen állsz. Ahhoz, ne szép tele. Remélem, a kicsit hibás elektrotornával tudtok még valamit kezdeni. Na figyeljétek meg, mennyi levonás lesz. Aha, motoriba. Hoppá! Még egy... Minek mentem én meg? Ja, egy ilyen rozzák markon. Kielégítő! Aha, 163.000-t levontak, és nem kaptam tapasztalatpontot. Na mindegy, 18 milliónál tartunk. Na, nagyon jó, van már 18 millió. Szabadbattyán, hova lehetne elmenni? Csákvár... Mór. Egyik sincs a Balaton mellett, az a gond. Székesfehérvár, Mór, Sáros, hát ez délem. Sárbogárd, úristen. Tesco-nak kéne vinni aproncsokat. Mór, Lovasberény, Bodajk. Az arra fönt van Bodajk. A Polgárdiban nincs fuvar, please. Polgárd... De van Polgárdiban, jó van. Görög dinnyéket viszünk. 1 millió 8-ért 20 tonna görög dinnyét Fehérvárról Polgárdiba. És akkor... Úgyhogy Polgárdiba megyünk most. Utolsó előtti fuvar szerintem. Üdvözöllek, Áron! Nem hiányos verzió van. Vagyis hát... Ugye ennek az LTS 2 ungari map ez még nincsen készen. Vagy készen van?
Scania-t viszont. Jó estét kívánok! Én az önök GPS-e vagyok a továbbiakban. Szívesen állok rendelkezésbe, amennyiben japán partnerüket valakinek meg kell állni. Végül minden nőt un valaki, ahogy szokták volt mondani, igen, és ezügyben rendelkezésükre állok bármiben. Kevésbé vagyok jó, de abban is segítek némelykor, hogyha útvonalat szeretnének választani, de abban azért ritkában forduljanak hozzám, ha szabad kérnem. Egyet jó. Nem bírok, kettőt nem bírok összesen. A kompon hányok, ha lehetséges, akkor arra nem menjünk, vagy jó. Arra választanak egy másik hangot, illetve azt gyűlölöm, de attól kifejezetten rémült vagyok, hogyha elmegy a GPS vétel. Hát, kérem, biztosítsa folyamatosan a GPS vételt. Egyenekben pedig jó napot kívánok, és jó hangulatot, és Japán nőt, hehe, Covid van, most nem lehet külföldre utazni, Lacikám, ezt nem tudod? Ajaj, én meg is találtam. Na akkor kérdést szeretnék a nézőknek föltenni, hogy MSTR-ből legyen-e livestream újra, vagy nem tudom, hogy miből legyen stream. Na, én itt felakadtam, na várjatok. Ja, gondolom, hogy azt szűkkel vettem, akkor ops. Na mi van? Na, így. Állj! Na, most már mehetünk. Hányos verziót használok? 1.40-es a legújabb LTS 2 verzió. Ez nemrég jött ki egy pár napja. 1.40-eset használok. Na? Ennyi már! Na, most nem akadtam fel, a parkolóban, na! Jaj, itt mennyi épékezés van, mit csinálnak itt csatornákat? Hát lehet. Na, csak sikerült valahogy kiepickélnem. Nézem balra. Rög dinnyéket. Egyenesen lem, balra. Ha, hogy menjek egyenesen, ott egy főút, vaze. Arra hajd csak így fel keresztbe. Nem vagyok én mountain bike. Én itt hegyeket másszak. A telefon keyboard mindig elírja. Hát igen, ki kéne kapcsolni azt a funkciót, amelyben izé ilyen szótanuló. Nekem is sokszor szokott lenni ilyen. Én általában szoktam javítani. Húha, jobbra. Jó van, megyünk jobbra. Ó, nem is jön senki. Nagyon szépen belátom a kanyart. Jobbra. Na, hetes. Kisálló, de jobbra! He! Balaton, Veszprém, Szexá, menjünk a 63-as úton. Na. A külső sávban mindig főfél. A koppa kolléga elvette a gázt, mert látta, hogy én bejövök. Ott közben valami elmegy. Na, körforgalom. Nagyon jó. A mai részben ilyen is volt körforgalom. Az a baj, hogy körforgalmak olyan ritkák ebben a játékban. Hú, a Mustangos előtte. Ó, oh, körforgalom, imádom. Az első kiállatunk kell meg kimenni. Jó van. Ó, úgy lenyomom a Mustangost a körforgalomba. Na, menjél már! Most már beszorozik. Menjél már, vaze. Ouch. Menjél már! Menjél már! Hát ne húzza, menjél, vaze, mert én legyorsulak. Pedig mögöttem 20-an a görög dinnye van felükke. Azt figyel, hogy kanyarodik. Jó, hát hoppá! Hát mindenhova főfragadok. Nem baj, hopsz. Lehet, hogy azt főtartom. Bocsánat, csak a testvérem az. Na! GPS hang nagyon jó. Igen, Jáksó László iGo GPS hang. Letöltési linket majd megtaláljátok a leírásban, majd odarakom. Útkocsi sérülése hagyjanak már az 1%-kal. Addig, amíg a rakomány nem sérül, ugye? Ott közben a traktoros kolléga megy. És jövünk is ki a 7-es autópályára, M7-esre. MSTS-t hol lehet beszerezni? Le lehet tölteni. Van egy weboldal, azt hiszem az a neve, hogy Old PC Games, vagy nem. Van egy videó, amelyben elmondják, be kell írni, hogy MSTS telepítésre. Jaj, közben itt mi van? Ja, 50, jaj, értem.
Tehát van egy olyan, hogy MSTS telepítése, és ott van egy leak, ahol van két MSTS lemez, Demon Tools Light-tal tulajdonképpen kell csinálni, és akkor két CD van, ilyen ISO fájl, az Demon Tools Light-ba fölcsatolod, föltelepíted, és a több, és igazából van egy jó videósorozat, és abban elmondják, úgyhogy azt kell csinálni. És akkor játszhattok akár velem is multiplayer. Egyszer majd egy multiplayer streamet tervezek. Szabadbattyán Kálos jobbra. Ja, igen, az előbb itt hajtottunk az autópályáról. Amúgy MSTF-ből melyik vonalon legyen videó, melyik vonalról? Kérdezem. Ugye az első streamet az sokaknak tetszett, ugye a 140-es vonalon az Aranyhomok Intercity, a Retro Silly-vel. Ugye melyik vonalon legyen még, és mit vigyek, akár tervonatot is viszek, de ilyetek, de azt elég ritkán szoktam, mert én a tervonatoknak nem vagyok a híve. Jól van. Ahogy nem néz a telepítésé, mondjuk én magamtól telepítettem le, meg mindegy. Szamárdi 40 km, Siófok 33, hát oda sajnán nem fogunk eljutni a mai nap, de még annyira elmennék. Csak hát ez a pálya még eléggé kezdetleges. Somogyi vonalak vannak, hát a 41-es vonal van talán kidolgozva valamennyire, de somogyi vonalak nincsenek. A 40-es van kidolgozva, azt hiszem Pécs és Dombovár között, meg a 41-es. De az is igazából csak a Dombovár és Kaposvár között. Igazából alföldi vonalak vannak, meg dunántúli vonalak. Ugye, aki látta az előző talány videót, az elmúlt két rész az a Dunántúlon készült. Tehát igazából teljes somogyi vonal nincsen. Vagy esetleg még, ami Somogyhoz tartozik, az a 30-szám meg a 30-as vasútvonal. Illetve még azt hiszem megvan a Balatonfenyvesi kis vasút, úgyhogy ezek a lehetőségek Somogyban. Polgárdi Lepsén, már le kell hajtani. Aha, igen, igen. Hó, lehet itt még tovább menni? Na, Polgárdi Lepsény, lehajtunk a 7-es autópályáról. Nem 7-esről, mindig 7-eset mondok, na mindegy. Vonatok egyéni vonatok vannak berakva, igen, igen, mindig én szoktam csinálni küldetéseket. Ops, közben lehajtunk az autópályáról, jaj. Hoppá, picit a bal oldalát kicsit és oda vágtam, na mindegy, nem sérült. Ezt megyünk. 7-es út, Székesfehérvár, Polgárdi, Siófok. Iha, Siófok az jó hely. Igen, egyéni vonatokat szoktam általában vinni. Valós összeállításoknak híven, mármint ugye az is korlátozott. Hoppá, között valami van. Rátaláltál Polgárdi városára. Ennyi. Megjöttünk Polgárdi City-be. Veszprém, Balatonfüred, 71-es út. Wow. Amúgy a Hungary mappet is onnan lehet letelepíteni, ahol a GPS hangot. A restacar.hu-n. Be kell regisztrálni, ha jól tudom. Megyünk jobbra, Balatonfüred irányába. Jézusom. Úgyhogy majd lerakom a linket a leírásba. Amúgy melyik vonalról legyen videó, amikről elmondtam? Én igazából tökre megnéznék egy Balaton-Dele vonalat, mert az azt hiszem meg is van csinálva. Úgy, ahogy... Esetleg majd egyszer egy Tópark Intercity live, vagy bármilyen live. Amúgy a telepítési idő nem olyan hosszú, megyünk jobbra. Székesfehérvár irányába. Veszprém, Balatonfüred. Ú,
túlát. Ajajaj, hoppá, kicsit megsérült a pótkocsi, na nem baj. Na, mindjárt, és meg is érkeztünk tulajdonképpen. Hopsz, itt meg tök jó beálltak a kamionok. Kerülgetni kell. Budapest Siófok vonal. Igen, igen, az a 30-as. Igen, 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 jól mondod. A 30-as vonal, ugye, ami egy Nagykanizsánál Gyékényes megy. Közben megjöttünk. LTS 2.1.39. Hát nekem a Steam automatán szokta frissíteni a játékot. Na, mi már megérkeztünk. Újra tervezés. Nem kell újra tervezni, itt vagyok. Na, meg is jöttünk. Kiváló! Ennyi. 1.824.000. Juhú! Jól van, na nézzük akkor, hova lehetne még innen a Polgárdiból eljutni. Dégre vihetnék sajtot, dég. Mik vannak itt? Enying. Balatonkenese. Balatonkenesére nem lehetne elmenni. Székesfehérvár. Mik vannak itt? Kálosz. Dég, Kálosz. Aha, de Dég az elég messze van, mondjuk. Dég az egy picit messze van. Enyingen át kéne menni. Na mindegy. Nekem, mert nekem Krek van, meg Encore. Aha. Hát én Steam-es verzióba játszom. Na, utolsó fuharként még Polgárdiból vigyünk sajtot Dégre. Nem lesz egy rövid fuhar, de 3 millió ütheti a markunkat. Na, megint szkálnál. Jó reggelt, Vietnám! Lacikám, üdvözöllek a mai utolsó fuvarnál, Jézus Isten. Jó, a sajt fő van rakodva, viszlát. Viszlát, el is hagyjuk a telepet. 35 kilométer, húha, az azért nem rövid. Ez aztán a leghosszabb fuvarom a Hungary mappon valaha. És akkor lesz 23 milliónk, és akkor már megvan a fele pénz a kamionra. Megpróbál az MSTS feltölteni, rendben van. Rendben van. Amúgy majd egyszer még tervezek streamet. Egyszer majd MSTS multiplayert játszani fogunk, hogyha már én is kitanulom, mert én még sosem multiplayereztem, de akkor csinálunk egyszer egy multiplayert. Rendben? Ops, kicsit a hátulját megkontrolnak. Menjünk még egy kört. Harmadik. Menjünk egy kört? Harmadik kijárat. Jó van, megyünk. Egyik Nagykanizsa irány, 64-es. Wow. Jó, arra van Székesfehérvár, arra Füred. Ma arra kell lemenni. Ha nem nekünk. Erre kell lemenni. Aha, ugyanarra megyünk, amerre gyűjtünk. Most a hetesen megyünk. Lehet, hogy fölmegyek inkább az M7-esre. Hopp, szevasz! Azt akarom megnézni. Szerintem kicsit autópályázunk még. Amúgy jó, sok sikert az MSTS telepítéséhez. Nem olyan nehéz amúgy, meglátod. Na, meglátod Áron. Na, én viszont itt lefordulok balra, Lacikát kicsit meglepjük, és menjünk autópályázni. Hát, ha meglátjuk a Balaton. Megyünk jobbra. Na, extra hűségpont, 5 darab hűségpont. Én még mindig felakadok ide. Jaj! Gyerünk! Jó, jó, befért, befért a sajt, Eurogodis sajtot, viszont 20 óra 27-re kéne odaérni. Tök jó, hogy én ilyen órákkal marad behozom a szállítmányt. Na? Laci, mi van, Laci, lefagytál? A GPS lefagyott. Közben főgyűjt. Újra tervezés. Ez milyen volt? Ez majdnem map szignál volt, Lacikám. Nem fütyülök, mert nem tudom. Dehogy nem az volt. Lacikán, te ennyire szereted a mávot, hogy máv szignálod. Lepsényi pihenőhely. Na, M7-es autópálya, a zsipkú. Nagyon jó. Na
Beltid a Balaton kenes, hát tök tudom, nyit megcsinálva egy kis. És hoppá, átértünk Veszprém megyébe. Na, Veszprém megye. Wow. Na, Balatonfüred 40 km. Hát az nincs is annyira messze. Basszus, Balatonfüred a 10 km-re van messze, mint Dég. Hát ne mondják már. Én nem értem. Lehet valami közel? Na még 30 km emberek. Aha, most kell gondolom lemenni Balatonfüred, Balaton kenes, ennyi. Aha, most kell hagyni az autópályáról. Viszlát M7-es. Örvendtem a találkozásnak, de most a 71-es útra fel kell, tarts hogy... jobbra. A jobb oldali sáv. Egyébként a nők nem szokták tudni, mi az, hogy tarts jobbra. Érdemes a jobb oldali sávot váltani. Ez ezt jelent. Hát igen, ezért nem engedték a nőket sokáig vezetni, nem tudják. Tarts jobbra. Na minden. Balatonfüred, Balaton kenese, ennyi. Hát mi igazából ennyire megyünk. A jobb oldalon kéne kihajtani. Bimbózni, meg minden. Bimbózni? Nem vagyok virág. Na igen, ez is szép ízű. Na és akkor innét jobbra. Ugye, igen. Az lenne jó, ha jobbra menjünk. Fele. Ez a 71-es út, de majd lesz egy körforgalom, ott meg áthajtunk a 64-es. Nagyon profi vagyok, 64-es úton sokszor járok. Mindig a Balatonra megy a család vakációni, mindig arra megyünk. Budapest, Székesfehérvár, hát nem arra megyek. Amúgy meg szeretném köszönni túl közben, hogy 500 feliratkozó van a csatornán. Látom, nagyon kedveltek engem. Meg most már több stream, több tartalom. Nézzük. Igen, most lesz a körforgalom. De jobbra! De jó van, jobbra. De jobbra? De várj, itt nem körforgalom szokott lenni. De azért körforgalom. Jobbra. Jó. Jobbra. Ja nem! De hát itt körforgalom van, Lacikán. Ezt ki csinálta meg így? Itt van egy körforgalom. Aha, most lesz az. De a 71-es út az végig itt körforgalomba jön. Hogy ez hogy van megcsinálva? Elnézés. Ez egy trió körforgalom. Csiófok, Zamárdi, igen, ez a körforgalom. Másodikon ki, igen, itt szokott a 71-el bejönni. Még lehet, hogy a régi. Igen. Tökre elmenni Siófok fele. Á, nem tudom. Megyünk Enying irányába. Hopp. Megyünk Enying irányába. Jó, a hosszú Enying Balaton bozsok, nem baj. Én gyorsan átmegyek a rajta. Igen, Enyinggel átmenjünk, azt utána izé. Már ott van Dég az út. Székes Dunaföldvár 67, Tamási 63 km. Na majd a következő videó streambe lehet megpróbálkozunk elmenni Dunaföldvárra. Jó, már ennyi van, szarom én le. Ennyi az egy hosszú település, én nem bírom ki 50-nek. Kicsit hajtsunk szabálytalan. Na mindegy. Wow, azt ad egy gyorsan. Nem van. Ó, az igen a külön járatot, hogy érem. Jaj. Na itt szar lesz előzni. Befér! Befér az! Befér az! Tökről nem jön senki, én meg itt előzöm sorba, sorra a kocsisor. Kolléga, szevasz! Közben selkút! Tök jó nyomom neki. Ah, itt a rendőr. Jajjaj! Jó, azt a kettő! Kettő között baleset, 57 ezer minusz. Hú, mennyire sérült. Nem sérült, de kettőt azért letácsoltam. 57 ezerre megtüntettek. Ez van. Ez van. Például egy gyorshajtásig befigyel. Hoppá, 100%-ot károsodtam, ellöktem egy táblát. Nem mindegy. Úgy itt azért bátor, aki 90-nel megy. Közben templom, harangoznak. Harangoznak a falunkba. Aztán. Jó van, itt a sorompó. Régi. 64-es van.
Húha! Azt a be... Betyárját, hogy neki mentem. De nincsen megcsinálatlan. Az igen, 44%. 9%, hát ez már megint nem lesz egy olyan jó fuvar. Örüljetek neki, hogyha mondjuk 2 milliót megkapok. Jó, mondjuk az előzőben 160 ezer fontnak, hogyha 2,7 milliót mi megkaphatok. Istenem! Hogy trafipax? Hogy trafipaxozik? Hát én bevoltam a sebesség határon. Jaj, Istenem! Na, elhagyjuk ennyi inget! És közben megint hagyta három bóját. Hops, jaj! Csak a... Nem fogod tempomat hozni, mert már 13 km vég. Igen. Tamási 60, Simon tornya 29, hát jó kis 60 mér. Tiszta, unalmas. Hoppá, kamion kolléga mellett eléggé elhúztam. Meg tudok betempomat hozni. Majd az lesz a baj, hogyha antisztólozik, lefullad a motor. Mivel itt már megint út építés? A szomba. 30. Hú, a rendőrön dikondulnak. Aha, itt már megint baleset volt. Egymárba mentek, tök jó. Tökölyét állandóan, vagy baleset van, vagy így. És na, a Tramer is mit állít meg? 40-ben, basszus, hát miért álltok itt meg? Megint 57-ben. Na, itt hogy menjek el hozzá? Figyelj, kettő között. 46%-os. Jaj, ti itt le akartatok fordulni. Ott az meg de szépen bekanyarodott, nem baj. Már nincs is 20 millió, na mindegy. 45%-ot sérült a kamion. Üdvözlök mindenkit. Máron, hogy áll az MSTS? Nem olyan könnyű az életölteni, de ott közben a külön járat. Jaj. Igazából mai streamben nem is voltunk az Alföldön, tehát a Dunántúlon voltunk csak is mi. És mennyi mindent főfedeztünk? Lehet, hogy kövi streamben már meg is lesz a kamionra a pénz. Na jó, azért nem. Hogy hitelezzek? Nem tudom, hogy hitelezzek-e. Igazából az van, hogy fővenném a hitelt, mert megvenném a kamiont, akkor maradna 8 millió. Maradna 8 millió forintom, és abból kéne majd a hitelt örleszteket. Szerintem lehet, hogy nem fogok izén hitelezgetni. Megpróbálok azt a 40 milliót összegyűjteni. Lacikám is csöndbe maradt szépen. Lehet, hogy kiesett a navigációs tokból. Laci, itt vagy? Nem hallom. Mindegy. Már régen vagyunk, na most meg. Vazén gyorsan haladnánk. Azt nem feltölteni kell az MSZ-tel, mert letölteni, na mindegy. Na, érkezünk. Ja, hát innen már Simon tartja, nem is volna messze. Megjöttünk Big City-re. Jó, hát nem mentem le Sárbogárdra azért sem. Pedig lehet, hogy jobb lett volna már Sárbogárdra lemenni. Ott legalább vonat volna, na mindegy. Na megérkeztünk Big City-re. Új, igen, itt a benzinkút, itt nincs, meg szoktunk állni általában, ha megyünk messzire. De hogy kések el már, itt vagyok Dégnél, jó? Lekanyarodunk szépen. Megnézzük, melyik ülőke enged be. Na? Ó, beengedett. Kicsibe agresszióztam magam. És megérkeztünk Dégre. Dég City-be. Falucskába. Faszik. Az igen, ahogy láttad, hogy a rakon egy megillentette a tábát. Ops, pótkocsi sérülés a 11%. Hát, ez a fuvar már úgyse számít annyira. Már itt vagyunk. Jó van. Laci elhallgatott így a videó végére. Úristen, mert a navigációs lefagyott. Itt már megint de szűk volt. Na közben megjöttünk a Pospet telepre. Ennyi, lefogyott a navigáció.
És megértem. Csinálok neked egy új, nagyon szép útvonalat, de újra tervezek. Tudod mekkora meló? Tudom, de megjöttünk, Laci. Örülhetnél, vaze, megjöttünk. Laci, lehoztuk az utolsó fuvarunkat. Olé, megjöttünk a célhoz. Nem ott. Valahogy, de leállok. Enter. Ennyi, kielégítő. Jó. Minusz 500 ezer, 2 millió 300-at kaptunk. Na, hát akkor 22 millió 336 ezer forintot értünk el. Úgyhogy ennyi lett volna ez az ETS 2 stream. Innen folytatjuk majd. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót, vagy streamet. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!